Sok szeretettel köszöntöm az RTV nézőit. E heti műsorunkban rövid híreinket és programajánlónkat követően kilátórovatunkban beszámolunk az elmúlt hétvégén megrendezésre került érkupáról. Ezt követően Érték a magazin műsorunkban Karancsi Béla közmétő ültetvényére látogathatnak el velünk. A roma gyerekek integrációs problémáiról szóló előadáson vettek részt Székelyhíd és környéke tanítónéniei a Városi Múzeumban. A roma gyerekek integrációs problémáiról, tapasztalatokról, valamint a kérdésben felmerülő helyzetek megoldásához szükséges tanácsokról tartott előadást Abdullah Oszmán Mohamed, a Nagyváradi Egyetem szociológia doktorandusza június 6-án a Városi Múzeumban. Az előadás hallgatóságában Székelyhíd és a hozzátartozó falvak, illetve a környező települések óvó és tanítónéniei ültek, akik a roma gyerekek integrációjának legjelentősebb alakjai. A folyamatban a legfontosabb szakasz az óvodában és az elemi osztályokban töltött időt jelenti, az itt elsajátítható alapvető normák, ismeretek nem, vagy csak nagyon nehezen pótolhatók. Az oktatók szakértelme mellett ennek javulásához nagyban hozzájárult a 2004-ben indult első FÁRE program is. Elsősorban a legkézzelfoghatóbb hatékonysága ennek a programnak a roma óvodai csoportoknak a beindítása. A roma probléma megoldásának egyik sarkalatos pontja vagy kulcskérdése az óvodai oktatás. Gondoljuk el, hogy az a gyerek, aki egyáltalán nem járt 3 évig óvodába és bekerül az előkészítő osztályba, teljesen ismeretlen területre téved, úgymond idézőjelben, mert nem tud sorba állni, nem tud kezet mosni, nem tud hosszan figyelni, nem megfelelő a szókincse, nem ismer egy verset, nem ismer egy éneket. Ezért nyomatékosítani kell azt, hogy óvodába járjanak, bizony Diószegen is, Székelyhídon is, akár kisebb településeken is itt az Érmeléken bizony beindultak azok az óvodai csoportok, ahol roma gyerekeket iskoláztunk be, és ahol igenis igénylik a szülők, hogy óvodába járjanak a gyerekeik. Nem is beszélve arról, hogy a tanítónénik pozitívan jelezték vissza azt, hogy mennyivel könnyebb a dolguk azokkal a gyerekekkel, akik akár csak 1 évet jártak óvodába, mert teljesen másképp viselkednek, más a hozzáállásuk az oktatási nevelési folyamathoz. Annak érdekében, hogy a már elért sikerek ne kerüljenek a sútba, további kitartó munkára lesz szükség. Erre bíztatta a megjelenteket a tanfelügyelő asszony is, bármint elmondta, a tanügy dolgozóinak minden tudás rendelkezésükre áll, hogy megállják a helyüket a feladatban, ami azonban időigényesebb a szülők bevonása a gyerekek fejlesztésébe. A legnagyobb probléma, hogy a családok, a szülők nem partnerek, vagy fogalmazzak így, hogy nem mindig partnerek ebben a kérdésben, és nem adják meg a pedagógusnak a megfelelő támogatást. Gondolok itt arra, hogy nem minden esetben támogatják azt, hogy a gyerekük óvodába, iskolába járjon folyamatosan. Nagyon sok a hiányzás, ugye, ami minden alkalommal csak a gyerek rovására megy, illetve nem tudnak szociálisan felzárkózni olyan kérdésekben, amit az iskola megkövetel tőlük. Mindezek fényébe nem egyszerű teljesíteni a tanfelügyelőasszony oktatókhoz intézett iránymutatását, miszerint az írni, olvasni, számolni nem tudó gyerekeket nem ajánlott tovább juttatni a felsőbb osztályokba, hiszen így a gyerek nem áll készen a nagyobb kihívásokra. A csütörtök változatos napként indult, több Székelyhídhoz tartozó tanintézményben is. Voltak, akik állatkertbe látogattak, mások magyarországi diákokat láttak vendégül, vagy az Érhangja Média csoport stúdiójába látogattak el. Az olasz iskolások és óvodások ma ellátogattak a székelyhídi nyitottságra és az Érhangjához. Az iskola másként program keretében újabb gyermekcsoport látogatott el a múzeum padlásterébe, hogy megismerje az Érhangja Média csoport munkáját és munkatársait.
Az Érolasziból érkezett ovisok és iskolások kikeregedett szemmel lesték a stúdió szegleteit, és bátran kezükbe vettek minden új és régi eszközt, ami elérhető volt. A legmerészebbek a kamerától, a mikrofontól sem hátráltak meg. Balázs, hogy érkeztél ide hozzánk? Én nem vagyok az igazi Zsuzsán, Balázs csak egy ilyen pólóban. Rövid körutazás a média világában a tévéstúdióval kezdődött, ahol a gyerekek kipróbálhatták bemondó kolléganőnk munkáját, kedves szavakkal gyarapíthatták üzenőfüggönyünket, és megnézhették videón, hogyan is zajlik egy nap nálunk. A rádiószobában a gyerekek tetszését a technika nyerte el leginkább, és az, hogy a hangtárunkba egy újabb sweeper gyárthattak együtt. Mindeközben a Petőfi Sándor elméleti liceumban egy gyulai diák küldöttséget láttak vendégül a helyiek. A látogatás apropója a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja volt, amely június 4-e, a Magyar Nemzeti Összetartozás napja alkalmából küldi egymáshoz a Kárpát-medence fiataljait. Tudatosan, szisztematikusan látogatjuk végig azokat az iskolákat, amelyek magyar nyelvű intézmények. Ennek kapcsán már jártunk például Déván, jártunk Aradon, voltunk Nagyszalontán, voltunk Nagyváradon, voltunk Nagykárolyba, voltunk Margittán, és most Székelyhídre érkeztünk. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy a diákjaink már kezdik egész jól megismerni a területet, és nagyon örülnek neki, hogy már számukra természetes, hogy a határ túloldalán is beszélnek magyarul. Amikor egy-egy ilyen találkozóra eljövünk, akkor az elsődleges cél, hogy maguk a diákok találkozzanak egymással. Így is történt, a fiatalok nagy mosollyal társalogtak a liceum manzártjában, megosztva gondolataikat, felismerve a hasonlóságokat az egymástól való távolság ellenére is. Már csak egy hét, és kezdetét veszi a 4. Székelyhídi Városnapok. A szervezőket kérdeztük a részletes programokról. A 4. Székelyhídi Városnap programsorozata igen bőséges kínálatot mutat az érdeklődők felé, hiszen több rendezvény is egymásra tevődik ebben az időszakban, ami 16 és 18-a júniusban. Ekkor zajlik ugyanis a Városnapok rendezvénysorozat, a 2. érmeléki és Bihar megyei gazdanapi konferencia, vásár és fesztivál is, illetve a testvértelepülések találkozója is. Így ez a három rész mindenkinek kínál kellő programot. Ebben a bőséges programsorozatban természetesen megtalálhatók azok az alappillérek, amelyekre mindig ráépül a városnapi rendezvénysorozat. Így lesznek sportbemutatók, lesznek kulturális rendezvények, és hát nem hagyhatjuk ki a koncerteket, a könnyűzenei, illetve rockkoncerteket sem. A szombati nap folyamán az In Five egy székelyhídi dobossal, Pop Dáviddal fog elsőként a dobok közé és a húrok közé csapni. Ők próbálják majd pörgetni a hangulatot, illetve lehetőséget adtunk két székelyhídi tehetségnek, Sarkadi Antalnak és Vöröstjánu Andrea Lavinjának, akik bemutatják, hogy milyen sokat fejlődtek az utóbbi időben, ők könnyű zenét fognak énekelni nekünk. És hát természetesen mindig nagy közönség szeretetnek örvendenek a Steel Timber sportos fiúk, így most is lesz egy kiváló favágó bemutató az ő előadásukban. Ezt követi majd Alisa, aki egy könnyű zenei nagyváradi énekesnő, és hát a várva várt Edda nagy koncert, amelyre reméljük, hogy nagyon sokan érkeznek határon túlról és a megye minden pontjáról. Ezt követi majd Dévényi Tibi bácsi, a pöttyöslabdás Tibi bácsi diszkója, amire bízunk benne, hogy hajnalig együtt bulizhatunk majd a sok-sok érdeklődővel. Vasárnap a sportolóknak is lehetőséget adunk, gyermekfoci bajnoksággal indítunk már délelőtt, illetve délután 2 órától érdekes játékokkal népi játszótér, játszóparkot rendezünk be majd a focipályán. Ide várjuk majd a gyerekes szülőket, hiszen sok-sok érdekességet és kézműves foglalkozást próbálhatnak majd ki. Ezt követően 4 órától indul a 11. Tini Dance Center Táncfesztivál, amely mint mindig most is nagyon nagy tömeget mozgat meg, hiszen a színpadon közel 270 táncos fog majd bemutatkozni. Színes, érdekes táncokat, új koreográfiákat mutatnak majd be. Őket követi a Zajgó Néptánccsoport, ugye a
székeit, kicsi néptáncosai egyre fejlődnek, és megmutatják, hogy mi az utóbbi év termése. Aztán egy újdonság a Happy Feet Kangó csoport, akik már egy ideje gyakorolnak itt Székelyhídon, illetve edzenek, ők is bemutatják, hogy mi ez pontosan, amit ők végeznek, és itt lesznek a hip-hop táncosaink is, az Enemy Dance Family, akiknek egy vendégük is lesz, a Blind Mirror együttes. Este a nagy Teeny Dance Center csoport még egy órácskát táncol a színpadon, bemutatják az idei show műsorukat, és következnek a sztár vendégek, Szabi Est, Korina és a Dupla Kávé lesz a záró koncertje a 4. Székelydi Városnapoknak, és természetesen a tűzijáték sem marad el az idén sem. Az idei városnapokon a pénteki nap, ugye a nyitó nap, amikor a hivatalos megnyitó a központban zajlik, és itt közreműködnek a megnyitónak kulturális csoportjaink. Ez természetesen ingyenes nap, és este a sportpályán diszkó is lesz, és ez is ingyenes. Szombati napon 10 lejes belépőjeggyel lehet részt venni a programokon, és vasárnap pedig 5 lej, de itt szeretném megjegyezni, hogy aki szombaton 10 lejes belépőjegyet vált, az a 10 lejes belépőjegy érvényes lesz a vasárnapi napra is, tehát a karkötő a karokon marad, és beengedjük ingyenesen azokat a nézőket, akik jegyet váltottak. Ahogy azt hallhattuk, egymással párhuzamosan fog több rendezvény is futni. Úgy, mint a 2. érmelléki Bihar megyei gazdanap és a testvértelepülések találkozója is. A 2. érmelléki és Bihar megyei gazdanap konferenciát, kiállítást és termékvásárt is magában foglal. Ez azt jelenti, hogy a környékbeli gazdákat meghívjuk a konferenciára, ahol újdonságokat, a mezőgazdaság terén újdonságokat tudhatnak meg szakemberektől, mint amilyen Táncos Barna szenátor lesz a mezőgazdasági bizottság tagja, ő tart majd előadást, Skapinec Péter, igazgató úr, Krisztián Buzliá, Florián Pável, illetve Nikolaje Hodisán, akik mind-mind a Bihar megyei mezőgazdasággal kapcsolatos intézményeknek az igazgatói. Így tehát ők érdemben tudják majd informálni a résztvevőket az újdonságokról, a pályázati lehetőségekről, és esetleg az új módszerekről, amelyeket használni lehet manapság a mezőgazdaságban. Ugyanakkor ezen a konferencián szakmai előadások is lesznek, itt is újdonságokat, illetve tapasztalatokat osztanak meg a mezőgazdászok egymással. Idén először lesz Székelyhídon ilyen testvértelepülések találkozója. Ez egy Európai Uniós pályázatnak az eredménye. Több országból érkeznek hozzánk a városnapok keretén belül, péntek, szombat, vasárnap. Magyarországról, Horvátországból, Szlovákiából, Belgiumból, Németországból érkeznek még hozzánk vendégek ennek a konferenciának a kapcsán. 3 napot fognak Székelyhídon tölteni. Ennek a találkozónak az a lényege, hogy Európán belül, az európai országokon belül az emberek ismerkedjenek, kapcsolatokat teremtsenek, és ennek akár lehet mindenféle hozadéka is. A hallottak alapján izgalmas városnapok várnak ránk. Mindenki megtalálja azt a programot, ami leginkább fogára való. Lesz kultúra, sport, zene, tánc. Lesz gyerekeknek, tiniknek, felnőtteknek. A 4. Székelyhídi városnapokra mindenkit várnak sok szeretettel. Újra 3 hetes intenzív angoltábort szervez az Érhangi Egyesület, a Székelyhídi Polgármesteri Hivatal, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, illetve a Learning Enterprises támogatásával. A programra július 3-a és 21-e között kerül sor a Székelyhídi Munkásklub nagytermében. A tábor célcsoportját 6 és 18 év közötti gyerekek, illetve fiatalok képezik. A foglalkozásokat az Amerikai Egyesült Államokból érkező önkéntes tartja. Jelentkezni az érhangja1@gmail.com e-mail címen, illetve a 0755 48 14 91 és 0762 83 03 44-es telefonszámokon lehet június 26-áig. Az 54. érkupát rendezték meg a hétvégén, 2009 után ismét Érszőlősön.
Szurkolói eszközarzenállal felfegyverkezve érkeztek buzdítani kedvenc csapataikat az Érszőlősre kilátogató szurkolók az elmúlt hétvégén. Az eseményre az erre a célra épült sportpálya adott otthont. 8 érmeléki település, Albis, Szalacs, Ottomány, Éradony, Kiskereki, Érkeserű, Érbogyoszló és az idei év házigazdája Érszőlős 5-8 osztályos fiú és lány kézilabdázói mérték össze erejüket az 54. érkupán június 2 és 3-a között. Érszőlős érkupás múltjáról, jelenéről, illetve a belátható jövőbeni tervekről Beke László polgármestert kérdeztük. 2008-ban kapott Érszőlőst meghívást az érkupára. Ugye mi nálunk nincs hagyománya ennek a sportnak, de egy új tanárunk lett, egy sporttanárunk, akinek szíve lelke a kézilabda, és ő bele nevelt a gyerekekbe a kézilabdát. 2008-ban iratkoztunk be, mint ahogy mondtam, 2009-ben mi rendeztük meg először, és most megint mi rendeztük meg nagy örömünkre, hisz azóta sokat fejlődött a csapat. 2013-ban például a fiúk Szalacson kupagyőztesek voltak, most jelenleg döntősök, szintén Szalacsal, hát a végén meg meglássuk, hogy ki az, aki nyerte, ki az, aki elvisz a kupát, az érkupát 2017-ben. Még mikor az első érkupát rendeztük 2009-ben, még földes pályánk volt, tehát most azóta új sportpályát építettünk, a jövőben még, mint lehet látni, a falu bejáratán a jobbra ott építünk meg egy sportpályát, tehát akarjuk, hogy minden nagyobb, több fiatal foglalkozzon a kézilabdával. A csapatokat 2-4-es csoportba sorsolták, majd körmérkőzések után az első 2-2 helyezett mérkőzött az elődöntőkben. A harmadik, illetve negyedik helyezettek helyosztó mérkőzéseken döntöttek, ki hanyadik helyen végez idén. A fiúknál az A csoportból Szalacs és Érszőlős csapata végzett a továbbjutó helyeken, míg a másik csoportban Albis és Érbogyoszló kézisei jutottak az elődöntőkbe, a helyosztókért Érkeserű, Éradony, Kiskereki és Ottomány viaskodott. A lányoknál az A csoportból Albis és Ottomány, a B jelzésű csoportból pedig Szalacs és Éradony általános iskolásai kerültek tovább. A helyosztókért Érkeserű, Kiskereki, Érszőlős és a tavalyi győztes Érbogyoszló csapott össze. Az elődöntőkre és a helyosztókra szombaton került sor. A srácoknál Szalacs és Érszőlős jutott tovább az elődöntőkből. Szalacs Érbogyoszlót küzdötte le, a házigazda Albisra mért döntő csapást. A döntőben kiegyenlített játék zajlott egészen az első játékrész végéig, a szünet után az érszőlősi srácok leblokkoltak, percekig gólt sem dobtak. Szalacs ezt kihasználva tetemes előnyre tett szert, s bár a végén a házigazdák csapata magára talált, nem sikerült ledolgozniuk a hátrányt, Szalacs ezzel megvédte tavalyi bajnoki címét. Végeredmény Szalacs, Érszőlős 28-24. A harmadik hely Albis élet. A lányoknál Szalacs és Albis csapatai jutottak a döntőbe, miután előbbi Ottomány, utóbbi Éradony kéziseit búcsúztatták. A döntőben a szalacsiak egyetlen percig sem adtak esélyt az albisi lányoknak, a 19-9-es végeredmény magáért beszél. A harmadik helyet Ottomány szerezte meg. Rácz Barna tornatanárt, a szalacsi csapatok felkészítőjét arról kérdeztük, hogy mióta foglalkozik kézilabdával, hogyan lehet ezt a duplázást véghez vinni, és hogy jövőre hogyan készülnek fel a címvédésre. A szalacsi kézilabda csapattal a gyerekekkel 12 éve foglalkozom. Mióta én vagyok Szalacson, minden évben a kézilabdával foglalkozunk, illetve érkupára készülünk. Azon kívül még különböző bajnokságokra szoktunk így évközben készülni, mint olimpiász és hasonló diákolimpiák és hasonló versenyek. Hát, hogy mi kellett ahhoz, hogy most nyerjünk? Rettenetesen sok munka, alázat, bátorság, odaadás, és persze szerencse, meg az ellenfél, egy nemes ellenfél, hát kitűnően játszottak ők is. Hát most nekünk jött ki jobban, de örülünk neki nagyon, mert erre készültünk. Hasonlóan szeptembertől már elkezdjük a felkészülést, tehát azért télen, a tél végén már vannak a diákolimpiák, tehát akkor már elkezdjük ősszel. Jövőbeni terv ugyanez, jövőre is megnyerni az érkupát. Hover Gábor, az Érszőlősi iskola tornatanára, igazgatója, a csapat edzője, illetve a rendezvény egyik főszervezője válaszolt azon kérdésünkre, hogy mióta foglalkozik kézilabdával, milyen tervek vannak a tarsolyába a jövőre nézve. Jó kérdés, mert az őszinteséget megvalva 2008-ban kerültünk bele ebbe a rendszerbe, tehát akkor kerültünk bele az érkupába.
legelsőnek Albison játszottunk, és 2009-ben voltunk az első szervezők, ugye akkor voltunk elsősorban szervezők, viszont ezt az egészet 2005-ben kezdtem el, az egész kézilabdát 2005-ben kezdtem el játszani a gyerekekkel, amikor ide kerültem testnevelő tanárként. Ugye akkor új tanárként, zöldfülűként még nem tudtam, hogy mi a sava bors ennek a játéknak. Aztán közben belekerültünk ebbe a rendszerbe a kollégáim támogatásával, és évről évre éreztem, hogy a csapat fejlődik. Olyannyira, hogy 2014-ben már bajnok csapatom volt, tehát a fiú csapat az bajnok lett, és az utóbbi két évben harmadik helyen fejezték be az egész vetélkedőt mind a két évben. Idén úgy sikerült, hogy döntőt játszunk ismét. Sajnos a lehetőség nem úgy adta, hogy ismét legyünk bajnokok, de viszont én nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapatom második helyen végzett, mert egy kis iskoláról van szó, tehát itt nincs, sajnos nincs rengeteg gyerek, bár van még, de nincs olyan sok, mint ahogy kellene. Mégis én örülök, hogy a csapatom minden erőt beletéve elérte ezt a második helyezést. Jövőre a győzelem a cél? Nem csak jövőre, idén is az volt, sajnos lecsúsztunk róla. Én azt gondolom testnevelők tanárként, hogy minden évben a győzelem a cél. Szeretnénk egyértelműen minden évben nyerni, ez minden évben nem jöhet össze, ugye, mert a sorskereke így hozza, viszont arra törekszünk, hogy dobogósok legalább legyünk, de egyértelműen a cél a bajnoki cím. A szalacsiak fölényét az is jól mutatta, hogy a külön díjak kiosztásánál több kategóriában is legjobbnak bizonyultak. A gólkirály Szilágyi Zoltán Zsigmond lett, a gólkirálynő Tőkés Réka, a legjobb kapusok Tóth Márk Zsolt és Hajzer Hanna Tilda mind-mind szalacsiak. Díjat osztottak ki a torna legjobb játékosának is. A fiúknál Veres Ábel érszőlősi, a lányoknál Móricz Klaudia albisi kéz is lett. A Fair Play díjat a fiúknál Kiskereki, a lányoknál Érbogyoszló kapta meg. Olasziban jártunk egy közméte ültetvényen. Vendéglátónk Karancsi Béla mutatja be ezt a sokoldalúan felhasználható vitamindús, de sajnos mellőzött gyümölcsöt. Köszméte, pöszméte, piszke, egres, kevés gyümölcs elnevezése ennyire változatos. Megszólítása tájegységenként változik, itt az érmeléken jellemzően köszmétének nevezzük. E növény eurázsiai eredetű, sziklás vidékeken, hűvösebb bozótosokban, Franciaországtól kezdve egészen a Himalája hegységéig őshonos. A benne található nyomelemek miatt fogyasztása rendkívül értékes a szervezetünk számára. A népi orvoslás szerint rendszeres fogyasztása köszvény, vese és hólyagbántalmak esetén jó hatású. Fogyasztható nyersen, levesnek, kompótként, mártásként, süteménybe sütve. Olasziban jártunk Karancsi Bélánál, aki hosszú évek óta foglalkozik közmétetermesztéssel, hogy megismerjük ezt a rendkívül sokoldalú gyümölcsöt az ültetéstől egészen a felhasználásig. Mikor kezdték el a közmétetermesztést és minek az indítatására? 2009-ben egy barátom szólt, hogy nem érdekelne a dolog, hogy egy magyarországi faiskola az felajánlotta, hogyha ültetvényt csinálunk, akkor nem kell kifizetni az árát az ültetőanyagnak, hanem néhány éven belül lassan visszaadjuk termékben. Hát gondoltam, hogy ha
ez azt jelenti csak, hogy a kertemet, meg a, persze a támasztórendszert kell kiépítsem, akkor ott belevágunk. És így kezdődött 2009 tavaszán. 50 árés terület volt, fél hektáros terület volt akkor, most is annyi tulajdonképpen, csak idővel kicsit megritkultak a betegségek miatt, de most is jelenleg egy 50 árés terület van betelepítve. Mivel nem értettem hozzá, ezért mégiscsak egy szakemberhez fordultam, nyilvánvaló, és a Szabó Tibor mérnök urat kértem fel, hogy segítsen. Őt már régóta ismertem. Ő jött, és akkor nagyon szépen profi módon, három járásba beosztva telepítettük az ültetvényt, szakszerűen mindent, ami kellett hozzá. Egy friss telepítés után mennyit kell várni, még terem? Hát az a csodálatos ebben, hogy ez már a következő évben terem is. Ugyanis ezek oltványok. Uh-huh. Oltványok. Tehát már eleve úgy vásárolja meg az ember, hogy már nem egy éves, két-három éves jobb esetben az ültetvény, tehát maga a szaporítóanyag, és akkor így egészen hamar fog teremni. De azért azt el kell mondani, hogy olyan három év után, két-három év után éri el azt a fejlettséget, hogy akkortól már nem növekedik, hanem tulajdonképpen karbantartó meccést kell. Még mielőtt teremne a cserje, igen, milyen munkálatok vannak vele, tehát meccés, kötözés? Tehát ki kell építeni egy támasztórendszert az egésznek. Miért? Mert ő nem önhordó, tehát nem tudja fenntartani a saját, maga az oltási pont egy olyan 90 cm-es magasságban van, aranyribiszkére van oltva, és mivel nem tudja megtartani, ezért egy ilyen húzalt kell kifeszíteni, és erre kell felaggatni, úgymond mindegyiket külön-külön, és metszeni kell, eleinte alakító meccést kell, és akkor utána egy ilyen karbantartó ritkító meccést kell készíteni. Ez általában február hónap alatt, január-februárban a fagymentes időszakban szoktuk megtenni. Nagyon hamar virágzik, tehát vigyázni kell, mert ez már márciusban virágzik. És mikor terem? Hát most van abban a periódusban, hogy elérte azt a konzerviparnak megfelelő érési szintet, és június vége, július elejére fog tulajdonképpen édessé válni, és akkor lehet frissen is fogyasztani, úgymond akkor élvezhetőbb. Most nagyon savanyúnak tűnik. Ebből a jelenlegi állapotból mit lehet előállítani? Tehát csak konzervnek való, vagy nem lehet egyebet is? Hát amilyen most állapotban van, ezt a gyógyszeripar és az élelmiszeripar használja fel. Tehát kivonja belőle azokat a savakat, azokat a vitamin, nagyon sok B-vitamin van benne, C-vitamin van benne, ásványanyagok vannak benne, azt mondják, hogy szuper gyümölcsként is mondogatják, mivel nagyon koncentrált módon jelenik meg ezekben a bogyókban. Tehát most per pillanat, illetve most lehet már kompotot készíteni belőle, ugye cukor hozzáadásával, mert így megmarad az a keménysége, az a roppanósága a kompótnak, nem fő szét, nem, tehát ilyenkor annak megfelelő. Aztán később lehet más termékeket is készíteni belőle. Az asztalon láthatunk néhány, igen, ön által készített terméket. Mik ezek? Hát ez szirup. Szirup, közmétes szirup. Ezt az idősebb generáció tudja, amikor még valamikor volt közméte ezen a környéken is. Tudja, hogy kell elkészíteni. Elég egyszerű az elkészítés, mert egyszerűen cukorra kell érlelni. Ez dzsem, tehát ez már le van darálva és dzsemmé van, úgy mint ahogy egy bármilyen más gyümölcsből készítjük. Illetve lehet belőle pálinkat főzni. Pálinkát persze az bérbe főzettem, nekem nincsen ilyen üstöm, de egy érdekes zamatú pálinka lesz belőle, különlegesség, mivel nagyon kevés jön le, ugye, ennek a cukortartalma jóval alacsonyabb ennek a gyümölcsnek, mint más gyümölcsnek, ezért aztán eléggé magas ára is, szóval van a
az úgymond hivatalos piacon, az ilyen profik által termelt, vagy felcímkézett helyeken. Hát mi természetesen csak saját célra csináljuk. A mi legjobb tudomásunk szerint az Érméléken nem sok mindenki foglalkozik közmétetermesztéssel. Ön ismer esetleg még olyan gazdálkodót, aki ezzel foglalkozik? Akkor, amikor megkezdődött ez, tehát nem én voltam az egyedüli, többen is telepítettünk. Valami miatt a többieknél vagy nem volt jó a talaj, vagy az alany, amit kaptak, nem volt megfelelő, de lassan feladták, és most úgy néz ki, az én tudomásom szerint, hogy itt legalábbis egy bizonyos ilyen nagy területen, ahogy nekem van, fél hektáron, így nem igen termes senki. Kedves nézőink, ahogy hallhatták, a közméte egy szuper gyümölcs, ezért ajánlom önöknek is, hogy fogyasszanak sokat belőle, hogy szuper egészségesek legyenek. Viszontlátásra! Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk, melyet a Brixim Kábel TV szolgáltató keddeste sugároz. Addig is kövessenek minket Facebookon, ahol Érhangja Média csoport név alatt vagyunk megtalálhatók, vagy hallgassák a rádióért élőben minden hétköznap este 6 órától 8 óráig. Viszontlátásra!